A meccs előtt a pécsiek álltak rosszabbul a tabellán, de a vendégek kérésére elhalasztott meccs pótlásán 6 A-csoportos kosarassal a soraiban állt ki a Pinkese, ami már a feldobás előtt eldöntötte a találkozó sorsát. Az amúgy is foghíjas hazaiak az első két negyedben még tartották magukat, azokat 5, illetve 6 ponttal nyerte az ellenfél. Fordulás után kijött a két csapat közötti rutinban, illetve fizikumban meglévő különbség, így a mérkőzés végére közel 40 pontosan nőtt a vendégelőny. Semmilyen szinten nem tudtunk partiba lenni, mert ugye eleve kaptunk két olyan játékvezetést, aki nem igazán tolerálta az ellenfél, néha szerintem már kicsikét az agresszivitásba átnyúló védekezését. Na most ebből következett, ugye, hogy mi kicsit rutintalanok vagyunk mi, és mi fiatal játékosunk vérmérsékleténél fogva ütöttük utána a sportszerű nehémákat, ugye kaptunk 3-4-et, és akkor mi nem gondolkoztunk, hanem mi megpróbáltuk a saját kezünkbe menni a dolgokat, és mi megoldani, hát sajnos ez ugye nem jött össze, mert sportszerű nehémákat kaptunk. Ez egy kaotikus mérkőzés volt annak rendje módja szerint. Itt azért az indulatoktól nem volt mentes, de egy percig nem volt nyerési esélyünk, tehát bármilyen formációban mentünk fel, bármilyen védekezést alkalmaztunk. Ez a Pink most sokkal jobb csapat volt, mint mi. Mivel a korábbi hiányzók továbbra sem tudják vállalni a játékot, a következő listavezető TFS elleni meccse is fiatalokkal áll ki a nyíregyházi kosársuli. Elindulunk most a komplet unió csapatunkkal a TFL-en mérkőzést játszani, ugye azt jelenti, hogy minden poszton, tudom én, akárhány kilóval súlyosabb lányok kellene játszanak, a centibe talán néha már fölveszük a versenyt, de ugye, hogyha a kort nézzük, akkor az a minimum, hogy 3-4 évvel idősebbek kellene, és ez a minimum, tehát valószínűleg lesz olyan, amikor akár 9-10 évvel idősebben is játszanak, tehát ugye évelején mi ezt vállaltuk, innentől kezdve nekünk ezt kell megoldanunk, de például a TFL biztos, hogy nincsenek nyerési esélyünk, ott mindenféleképpen az a cél, hogy egy tisztes helytállás legyen, és hogy ugye felkészüljünk az előttünk álló junior B döntőre. Az amatőr NBA egy piros csoportjának tabelláját a TFS vezeti 100%-os teljesítménnyel a 14-1-es mutatóval álló csatadélyes előtt. A nyíregyházi kosársuli 4 győzelemmel és 11 vereséggel a 11. helyen várja a folytatást.